Már második hete meredeken emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma Romániában. Az országban továbbra is naponta több mint 15 ezer új COVID-19 esetet regisztrálnak. Sokan túl későn kérnek orvosi segítséget, és már súlyos tünetekkel kerülnek kórházba. Az intenzív osztályokon rendelkezésre álló ágyra váló kritikus betegek egy részét a sürgősségi osztályokon kénytelenek kezelni. A kórházba kerülő betegek több mint 90%-a nincs beoltva. Ez a szám valahol 92 és 95 között van, mondja a járványtani intézet orvosigazgatója. A beoltott betegekre az jellemző, hogy nagyon idősek, súlyos alapbetegséggel, akiknél az oltás már nem volt kellően hatékony. Litvániában el kell halasztani a nem életmentő beavatkozásokat, mivel egyre több kórházi osztály telik meg COVID-betegekkel. Litvániában a napi COVID-19 halálozások száma szerdán elérte a 39-et, ami január óta a legmagasabb szám. Oroszországban először regisztráltak hivatalosan 1000 halottat egy nap alatt, ami a járvány kitörése óta a legmagasabb halálozási arány az országban. Oroszországban a lakosság alig 33%-a van teljesen beoltva, annak ellenére, hogy az ország kifejlesztette saját Sputnik vakcináját.